God Illa, Jaguar Pro. Southern Cali, when I put my mind on it, time on it, ironic, I can spit a rhyme and make the fucking blind. Sziasztok gyerekek! Halál komolyan mondom, itt ülök már 25 perce és dumálok és játszok, és rájöttem, hogy a kamera nem megy! Hülye vagyok? Nagyon hülye vagyok! Atya úristen gyerekek, 11 perce megy a felvétel és itt csak dumálok! És nem is megy a kamera! Mekkora fél? Jó, hál' Istennek nem maradtatok le semmiről. Jelenleg a katonai bázist keresem a GTA 5-ben, amint látjátok. Itt vagyok fönt már a francba, a gyönyörű szép tájunkban, egyébként arra nem lehet panasz. Viszont a kérdés az, hogy hol a francba van ez a katonai bázis. Mert ugye a Facebookon egyébként meg lehet beszélve, megkérdeztek titeket, hogy mit szeretitek ebben a GTA 5-ös gameplayben látni. És sokatok azt mondta, hogy legyen ez a military base, hogy menjek be, lopjak el valamit. Azt mondjátok, hogy nagyon-nagyon szopó. Úgyhogy benne vagyok, csak nem tudom hol van a katonai bázis. Én benne vagyok! Hem benne vagyok! Úgyhogy nézzük meg akkor, elindulunk oda. Na, hát amiket mondtam gyerekek, akkor ezt elmondom újra. Ugye láttátok a Facebookon, hogy csináltattam pólókat. Ez így sikerült is. Ha! Van a pupa mind on ne! És igazából a lényeg az, hogy kérdeztétek, hogy lehet-e majd venni, fogom árulni. És nagy valószínűséggel nem fogom árulni. Hogy miért nem? Azért nem, igazából ilyet bárki csináltathatott bármelyik pólóboltban. Ez az egyik, a másik meg az, hogy tulajdonképpen nem lett olyan, mint amit én vártam el, mert például én ide szerettem volna, sőt nem is szerettem volna, úgy vittem be a mintát, nem látszik, hogy itt aláírva volt, tehát ott volt az isti aláírás. És nem úgy csináltatták meg, ráadásul elég ilyen hullafejem van rajta, tehát nincsen szín, meg semmi igazából a fejemen, úgyhogy tehát ilyen szempontból nem százas a dolog. De úgyhogy ennyi. Na, közeledünk a military base-hez. Amúgy nincsen ejtőernyő, mert ezt jól elcsesztem, azt kellett volna csinálni, hogy ejtőernyővel bemenni, nem? De csak mindegy. Hát ez jó. Viszont egyébként készültem, tehát golyalom mellint vettem, hogy szerintem semmit nem fog érni. Itt van a military base, ne csináld már, itt utak vannak. Most, are you fucking kidding me? Nem hiszem, hogy az itt van. Ott van, az lesz az, ugye? Az lesz az. Atya úristen gyerekek, ez most komoly. Oda menjek be. Ha olyan rép lesz, hogy nem igaz. Nem is lehet elmenni fölötte egyébként szerintem, úgy emlékszem. Jó, hát meglátjuk mi lesz. Agyfasz lesz, azt tudja, hogy agyfasz lesz. Azt kell nézni, hogy van ott egy ilyen jet, ugye? Hol van a jet? Vagy van itt ilyen vadászrepülőgép, vagy csak van valami. Így direkt nézni akarom, hogy hol van, mert akkor oda szállok le, érted? Céltudatosan, akkor nem fogok szarakodni, oda szállok le, az cső. De nagyon úgy nézem, hogy ez nem úgy tűnik, hogy csak oda mész, és akkor lesz ott valami, ez kész. Na jó, gyerekek, féljetek, én azon gondolkoztam, hogy csak úgy beszállok ide, és akkor let's do it. Na, beléptem a légterébe, a katonai bázis légterébe, úristen, hol egy repülő? És semmi nem tetszik. Ah, úristen, mi a ventört? Igen, tudom. Hova megyek? Hát ez gyors volt, gyerekek! Stratégia csere van, ugyanis venni kell ejtőernyőt is, mert úgy azért talán lehet, hogy könnyebb lesz. De ez nagyon durva volt, gyerekek! Na jó, akkor... ja, persze. Indíts csak be, te kis csöves, úgy... Nem baj, jó az! Vizsgán is így kell csinálni. Na... Hát ez hardcore volt, basszus. Én még sosem mentem egyébként oda a légtér fölé, ha jól emlékszem. Nekem még egyszer nem volt ilyenre szükségem. Hát kitizgat, tehát ezt így kell csinálni, Budapest is így kell vezetni. Így van. Na, akkor ugye kell nekünk... Egy ejtőernyő, ott is van az ejtőernyő kirakatban. Meg tudom venni? Adjál már ezekkel a szarokkal. Meg tudom venni, nagyon jó. Parachute, de elvileg... Mi? Még színeik is vannak? Beszarsz. Black Shoot, Red Smoke Trail. Black Smoke Trail. Na jó, veszünk valami, mit tudom én, Blue Smoke Trail-t. És... az a parachute, az tök mindegy, nem? Blue Shoot. Úgy. Na most van.
Remélem, hogy van. Most soha nem tudom, hogy van-e nálam parachute. Ja, hogy megnyomom ezt. Ott... Hát, I guess, jó. És ugye kell nekünk... az. Hogy! Na! Here I come! A hegyekbe fönn tűrütüt, ha a hétvége jön ez az! Ez az izé, hol van Villeneuve? Hua! Hol ment el Villeneuve? Ez a szélárnyékból Villeneuve? Kamiont előz Villeneuve egy ilyen kis zsippel, de kit izgat, nem baj, na. Spécizik fel a dolgokat. Úristen. Miért nem tud átmenni azon a kerítésen? Át tudod menni, úgy van, kicsikét keményítsünk be. Hua, ez az! Ó, és milyen szép a hold. Majdnem olyan, mint amikor Luke Skywalker megtekinti a Tatooine-on. De nem tudulom tovább, mert még a végén letiltja a YouTube. Jogdíjas a dúdolásod! Hülye gyerek, nem tudtad? Hol van? Ott van, úr, csak alig van kivilágítva, de azért hol van? Nem vagyok százas, tényleg. Na. Atya úr is, az hogy ott benne, azt sem fogom tudni, mit fogok csinálni. Na jó, akkor felmegyünk. Szépen. A végtelenbe, és tovább. Jó. Igen, megyünk fölfele. Igen. Igen, mennyi a max? Meddig tud felmenni? Ott oda, a körök közepébe. Szépen. Azaz, jó lesz. Aha, still, oké, nyugi. Meddig tud ez még felmenni amúgy? Na akkor kapaszkodjál még. Hát surprise buttfuckot tervezünk. San Andreasban vagyok, na! Uha, kicsikét eltértem a tájtól. Na, Geronimo! Hogy kell meg kinyitni amúgy a parachute-ot? Azt nem tudom, hogy nyitom ki a parachute-ot. Nem emlékszem, hogy kell kinyitni. Lehet, hogy ebből locsanás lesz? Könnyen lehet, mi? Amúgy tök poén, hogy még mindig nem vettek észre. Tehát, hogy ez a radar az semmi. Tehát az lószar. Úristen gyerekek, hova menjek? Nem tudom. Oké, alval kell kinyitni. Jó, és még mindig nem vettek észre. Úristen, hova menjek? Hova megyek? Mit csináljak? Hú, gyorsan, mi az ott? Ez ott egy katonai autó. Gyors, menj már oda, fuss. Ez az. Könyörgöm, szállj be. Ó, de ott egy baszott nagy repülő. Inkább az kell. De szállj ki, inkább a repülő. Ha, közben mindjárt jönnek, ha szétszednek, ezt el tudom vezetni? Nem hiszem, ugye ez csak... Ne, nem hiszem, hogy ezt tudom vezetni. Van egy ilyen, hogy menjen a pucér faluba. Ezt nem mondjátok, hogy létezik ilyen. Na most erre rákeresek, hogy mi az a pucér falu. Ha van ilyen, én agyfasz kapok, komolyan mondom, gyerekek. De komolyan mondom, tehát akkor Naked Town mondjuk, I guess, vagy nem tudom, hogy kéne beírni, Naked Town, GTA 5. De szerintem nincs is ilyen, vagy nem tudom. Creepy Village, vagy Naked People, ne szórakozzál! És ez hol van? Hát ne csináljátok gyerekek, én megőrülök. Meg is van. Ha minden igaz, valahol itt. Ha minden igaz, itt van, gyerekek, én ezt nem hiszem el. Nekem ezt látnom kell, gyerekek. Ráadásul Trevorral egy ilyen helyre, tehát hazamegy körülbelül, tulajdonképpen mondhatjuk azt a hülye emberek közé. Hát ezt látni kell. Úgy is van. Na, let's go! És kajak... pucér mindenki? Hát nem is tartom be a közlekedést, tehát a szabályokat, tehát piroson megyek át, kit izgat. Úristen, még 1,32 mérföld, gyerekek, nagyon kíváncsiak ez mi a franc, ez a Naked Town. Vagy Naked Village, hoppá! Óvatosan mászkáljál, állatka, mert nagyon ki lesz ellapítva. Úristen, fönt a hegyekbe, vagy a hegy alján? Az,
az úgy érdekes lesz. És én erről miért nem tudtam eddig? Elképesztő. Ó! Oh! Igen, itt a favágók mellett. És itt nem zavarja itt a melósokat, hogy itt ilyen állatok vannak? Hogy itt ilyen nudista falu van? Vagy valami? Mert azért ez elég agyfasz. Olyan érzésem van, mint hogyha egy ilyen szanatóriumhoz mennék, de most komolyan, itt keresztül, itt a szép természeten, így megyek a nagymamáért, a szívszanatóriumba, a Trevor nagymamájáért. Nézd meg, tök olyan, ilyen szép hegy, azt közben hol megyünk? Pucér faluba, hát, ahol lóg mindenféle nemi szerv, meg csecsek, meg nem tudom mi lesz ott. Hát előre rettegek, komolyan mondom, gyerekek, ezt látni kell, de még ilyen kis kanyargós az út, hogy ne érj oda azért olyan gyorsan. Ah! Nehogy meghalljak, nehogy itt halljak meg, mert megőrülök. Látnom kell. Opa, nem ezt akartam. Zenét nem kérünk, köszönjük. Ne tiltja a YouTube! Komolyan mondom, gyerekek, van egy ilyen elméletem, hogy egy 10 év múlva, vagy 5 év múlva egy vlog úgy fog kinézni, hogy egy ember veszi magát teljesen mesztelenül. Nem mondod, az ott az. Hogy teljesen mesztelenül ül egy ember egy szobába, ahol nincs semmi. Mert minden jogvédett lesz. A póló, amit viselsz, még a kamera is, nem tudom, hogy azt hogy fogják, hogy lehet, hogy a kameragyártók is be fogják klémelni a dolgot. Na, ha jól látom, megérkeztünk. Elvileg ez a pucér falu? Hallod, ne csináld, az ott... és hogy megyek be? Hogy megyek oda be? Hogy fog bemenni? Ezzel nem gondolkoztam mondjuk. Engedj be! Engedj be! Miért nem engedsz be? Látni akarom a pucér embereket, mert még nem láttam sose pucér embert. De ez elképesztő. Ha? Ne zuhanja ki, de hogy a francba fogok tényleg oda bejutni? Ez mi? Le fog zuhanni. Na, lehet, hogy itt. Óvatosan, Trevor. Ez a... Ah, ne, Lici, ne! Le zuhany már! Ah. De lehet, hogy fog zuhanni, nem áll. Látnom kell a pucér embereket. Ki van ezt találva, basszus, hogy nem mehess be? Vagy nem tudom, hogy a francba, be kezdve ugrani, ja. Helikopterek kezdve, ide is. Úristen, Trevor, milyen életképtelen vagy. Kelj már föl. Könyörgöm. Hogy megyek be oda? Be akarok jutni. Tehát nem enged be, az a szütyok. Amúgy tök olyan érzésem van, mint a Fallout 3-ban volt egy ilyen város. Most kis spoiler, hogyha valaki játszani akar vele akkor is nem tudja akkor. Volt egy ilyen város, ahol csak gyerekek voltak. És tök ugyanaz a feeling, gyerekek. Hogyha kicsikét belenézek és talán, hogy egy kicsikét túlzásba esek, lehet még azt is mondom, hogy ez egy ilyen utalás arra. Vagy én nem tudom. De jó van, Parker, hagyjál már békén. Mit akarsz velem? Nem is akart semmit. Hát gyerekek, ezt látni kell, komolyan mondom ezt a pucérfalut, ezt nem hagyom annyiban. Képes vagyok elmenni repülőjére. Ah! 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 Fik! Ah! Fú, nem baj, volt egy kis Colin McRae feeling el. Mit picajoztok itt a természet lágyölén, itt autóval kell jönni, szennyezni a környezetet, mit szarakodtok itt a picajotokkal már. Ah! Na megint a Parker! Mit szenvedez velem? Ah, már megint a betépett hippik! Mi? A Parkerökben betépett hippik! Komolyan mondom, ezek mennek rám. Mi bajuk ezeknek velem? Jó, még egyébként Trevor, akinek nincs baja. Hoppá. A kocsi az jó kis megterhelést kap. No problem there. Hoppá! Volt egy kaktusz! Jaj! Jó. De nehogy már, hogy cenzurázatlan ott legyen a pénisz. Mert megőrülök egyébként. Meg ott lógjanak a csecsek. Ez nonsense. Na. Igen, ezért egy kicsit gyorsabb a dolog. Mint autóval szarakodni. Jó helyen vagyok, na! Hát itt a kerítés, megszívtátok, hülyék! Itt jövök helikopter, nagyon megszívtátok. Mi ez a ledobó itt? Oda már sajnálták a kerítést. Jaj. Jaj, nehogy ezen legyen probléma,
Na gyerekek, beszarok, hogyha... És ott egy ember, és az tényleg pucér. Megőrülök. Na jó, most kiderül. Nem, ne, ez nem nem pucér, azért ott vannak, alsogatjában vannak. Ne szivass! Azt a rohadt életbe, állj már meg, könyörgöm! Ezt látnom kell, állj meg! Állj meg! De miért fut el? De... De nem már, hát mindenki elfut, ez mekkora már? Most nyugodjatok már meg egy kicsikét! Milyen kínok, mert kínom az egyiket, esküszöm, meg kell néznem. De ott lógott! Beszarás! És tényleg van egy ilyen falu! Én azt mondom, hogy csak szórakoztok! De nem, van egy ilyen falu, és ez mi? Wow! Wow, hagyjad már, még meg is ér ide bejönni. De ez agyfasz, na! Ne szivass! Hallod, most el fog futni, az a baj, de megőrülök. Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Hát ez kész! Komolyan mondom, nem hiszem el! Még fegyverük is van! Hagyjad már! Még jönnek rám! A kis pöcsösök! És bejöttem, ide nem tetszik, hogy itt undudiznak. Mint az én dolgom lenne. Én autóim nélkül nem olyan egyszerű. Amúgy van minigánom is, nem tudom, miért nem azt használom. Ja, nincs is. Ja, de van. Van vagy nincs? Jó ez. Ilyen leszámolás a nudisták között, de miért? Meg ne kérdezzük. Na jó, szerintem megyek innen, meghalok. Hát nem igaz, gyerekek, el se hiszem! Ott lógott a virsli! Franco meg volt csinálva! Ezt nem hittem volna, gyerekek! Lopj egy repcsét, szállj fel magas és ugorj ki ejtőernyő nélkül. Jó! Ezt a helyet ki fogom törölni az emlékezetemből, amíg élek! Itt van az Omsky-tó nem messze, nyáron ott is szoktak nudizni, nem is megyek oda! De gyerekek, hogy ez sokkol engem ennyire, hogy itt a játékban ott volt a rúti, akkor mi lenne élőben? Én ezt nem akarom átélni. Na, tehát akkor repülővel ugorjak ki, ugye, tehát magyarul öljem meg magam. Hát jó, megteszem, gyerekek. Csak megteszem. Én megszavaztattam veletek, hogy mit csináljak, megteszem. De ennél már nem lehet brutálisabb dolog. Hát ez minden tüberelt, ez a virsli. Lóbálja ott a füstlit. Beszarsz. In the city of Compton, we keep it rockin', keep it rockin', shake, shake it, shake it, baby, shake, shaking, oh, shake it, baby, shake, shaking, shake it, baby. Didi 0210 is online. Szia Didi 0210. Még ez este lenne poénabb, amikor így be van, na érted? Amikor így be van világítva a város, akkor lenne jó. De most úgy, minél most is jó lesz az. Ha mennyire menjek föl, emelkedünk még. Ennyi nem elég. Jó, még megyünk. Nem szarozzunk, gyerekek! Kezdünk itt a külváros része, de kitizgat ugye. És az utcán megyünk, megnézzük a térképet, megyünk az utcán végig. Csak olyan az úton mennénk a GPS szerint. Igaz, hogy fölötte vagyunk egy olyan, nem is tudom, 1000 méterrel, vagy többel, I don't know, többel persze, nem is tudom, hogy 5000 méter lehet. Nem, annyi sem, 4000, egy tudom én! Mit akarom én ezt megbecsülni? Na, Geronimo! Van egy cserny, nem fogom kioldani. Oh!
Na menjünk! Trevor is a hero! A superhero! Szakállas csóka. Egy GoPro azért jó lenne a fejedre. Valami utcának kéne menni, ahogy ti végig tudunk sűríteni. Hát szerintem azért kevesebb maradna belőle, hogy ilyen lecsapódás után. De mindegy, azért. Tehát így megérkezett, leesett, és akkor itt volt egy kis vérfolt, itt volt egy kis vérfolt, itt volt egy kis vérfolt, meg itt, és így cső, el van intézve. Gyerekek, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és ha tetszett, és szeretitek még ilyet, akkor azt jelezzétek kommentben. Köszönöm szépen gyerekek, ennyi fért bele a mai részünkbe. A lényeg, hogy szeressétek egymást, a békesség a legfontosabb, az együttműködés a legfontosabb, mint tudjátok. Ne háborúzzatok! Nem ér annyit az egész. Nem kell az agresszió, semmi, ne háborúzzatok. Köszi szépen, hogy velünk voltatok gyerekek. Sziasztok!